Egy év börtönre ítélték az egykori Francia Telekom három vezetőjét, köztük a volt elnök vezérigazgatót és két másik igazgatót, a cégnél sorozatosan elkövetett öngyilkosságok miatt. A vádak szerint a menedzsment összesen 19 embert hajszolt a halálba az átszervezések idején, az időközben Orange-ra átnevezett cégnél. Derűsnek tűnt a France Telekom egykori vezére, miután egy év börtönre ítélték az alkalmazottak sorozatos öngyilkosságainak ügyében. Didier Lombard mellett a cég még hat munkatársát ítélték felfüggesztett börtönre, illetve pénzbírságra. 10 éve kezdtük a harcot azért, hogy büntessék meg a vezetők által szervezeti szinten elkövetett erkölcsi zaklatást, ezért rendkívül elégedettek vagyunk a büntetéssel. A kollégáinkat azonban már nem lehet visszahozni, mondta a könnyeivel küzdve az illetékes szakszervezet vezetője. Lombard nagyszabású átszervezéseket vezényelt le az időközben Orange-ra átnevezett cégnél, melyek következtében több mint 20 000 ember elvesztette az állását. Azokat pedig, akik maradtak, egyik városból a másikba irányították át, vagy alacsonyabb beosztásokba helyezték. 39-en kíséreltek meg öngyilkosságot, 19 közülük meghalt. Senki sem hajszolhat embereket öngyilkosságba csak azért, hogy több pénze legyen. Ezek a vezetők ezt csak azért tehették meg, mert biztosak voltak abban, hogy nem fogják őket felelősségre vonni. Lombard egyébként azt mondta, hogy nincs lelki furdalása, vagyis ha nem kerülne börtönbe, ugyanazt folytatná, mondta az egyik áldozat fia. A tanúvallomások alapján Lombard azt mondta a többi vezetőnek, hogy akár az ablakon, akár az ajtón keresztül, de megszabadul a fölösleges munkatársaktól. A védelem szerint azonban elfogult ítélet született. Ez egy politikailag motivált ítélet, amely teljesen demagóg. A bíráknak nem tiszte, hogy a közvéleménynek kedveskedjenek, mondta Lombard ügyvédje. Franciaországban mérföldkőnek tartják ezt a munkavállalók és a menedzsment közötti kapcsolatról szóló pert, amelynek során most először ismerte a bíróság intézményi szintű zaklatást.